túllépesedés, klímaváltozás, környezetszennyezés. Kapásból három dolog, ami a Föld ivóvízkészleteit fenyegeti. Hogyan becsülhetünk meg jobban már most egy pohár vizet az asztalunkon? Sziasztok, Lotti vagyok, ez pedig a Kékbolygó Alapítvány és a Brain Bar közös sorozata. A mai rész a vízútját mutatja be. Kisebb kád megtöltéséhez is körülbelül 10-szer kellene fordulnunk egy vödörrel, ha pedig csak 5 percet szeretnénk zuhanyozni, az is 6-7 vödörnyi vízbe kerül. A vízkészleteink azonban nem végtelenek, nem kifogyhatatlanok. A Földön található víz alig több mint 1%-a hozzáférhető édesvíz. 1 literhez képest egy teáskanálnyi. Az OECD becslései szerint a globális vízszükségletünk 2050-re 55%-kal emelkedik, ami oda vezet, hogy a bolygó lakosságának 40%-a szenved majd vízhiányban. De hogyan kerül egyáltalán a víz a csapba? Magyarországon a parti szűrési úgynevezett csápos kutakból származik a vízünknek a 35%-a. A folyók kavicságyaiban szűrődik meg a víz. Ez egy olyan természetes víz szűrőrendszer, olyan filmek képződnek a kavicsokon, amelyek olyan tisztaságúra képesek megszűrni a vizet, hogy ivóvíz minőségűt lehet gyakorlatilag a kutakban találni. De innen azért elmegy a vízműtelepekre, ott még megtisztítják, és onnan kerül a központi szállítórendszerekbe. A másik ilyen vízbázis az az úgynevezett karsztvíz, ahol a dolomit meg a mészkő az megtisztítja, és egy kalciumban, magnéziumban gazdag, nagyon-nagyon finom ásványvíz minőségű vizeket lehet ott találni, illetve vannak még furt kutyaink ott, ahol nincsenek folyók, nem a folyópartok mentén, vagy nincsen karsztvíz. Vannak még felszíni víztározóink, mint a Lázbérci, vagy a hasznosi, ahol megfogják a felszíni vizeket, és az egy komolyabb tisztítás után tud belekerülni abba a vezetékbe, amelyet utána eljuttatnak a háztartásokhoz. És hogyan kéne tudatosabbnak lennünk a vízfogyasztásunkat illetően? Mi az, amire oda kellene figyelnünk? Sok mindent lehet tenni. Hát egyrészt van a háztartási víztakarékosság, ez önmagában egy jó dolog. Zárd el a csapot, ezt nem mindenki hallja, zárd el a fogat, mosóborot várkozol, szappanozod magad, és közben ne folyasd a vizet. Olvastam egy kampányról, hogy valamelyik országban, Spanyolország vagy Brazília, elkezdtek reklámozni olyan számokat, hogy mit hallgass a zuhany alatt, 2-3 perc alatt. Dinamikus, hallgasd meg, mikor vége a számnak, zárd el a csapot, tanulj meg röviden zuhanyozni. Ez egy összefüggő rendszer, és nagyon nagy feladatunk van abban, hogy mindenki ott, azon a szinten, ahol van, tegye meg, amit tud. Most pedig szeretném a valóságban is látni, hogy működik ez a gyakorlatban. Budapest csatorna hálózata egyesített rendszerű, ami azt jelenti, hogy a háztartások által felhasznált szennyvíz, illetve a csapadékvíz ugyanabba a hálózatba kerül be. Éves szinten Budapest szennyvíz mennyisége összesen egy ilyen 3-4 velencei tó vízmennyiségnek felel meg, és ennek a harmada érkezik körülbelül hozzánk. Milyen olyan tárgyakat szoktatok találni a vízben, amiknek nem kéne a vízzel érkezni? Hát nagyon sok mindent. Régóta itt dolgozó kollégák elmesélése szerint a legnagyobb tárgy, amit itt kiszedtek a csigák elő, az egy mosógép volt. A legnagyobb problémát azonban az utóbbi időszakban a nedves törlőkendők okozzák, de egyébként intim higiéniai termékek is előfordul, hogy bejönnek, ételmaradék, tehát minden, amit a lakosság úgy gondol, hogy egyszerűbb lehúzni a WC-n, mint hogy a kukába dobná ki. Ezen nagyon küzdünk is, és próbáljuk edukálni a lakosságot, hogy lehetőség szerint minden hulladék oda kerüljön, ahol a helye van. Ezen a ponton a nehéz hordalékot, a köveket már letettük a kőfogóban, a rácsok eltávolították a különböző szálas anyagokat, a szemetet, még van benne nekünk nagyon nagy mennyiségű homok és zsír, és ez a következő lépcső azt fogja eltávolítani, és most óvatosan kövess el, kérlek. Ezek relatíve sekély medencék, és itt a víz áramlása lelassul annyira, hogy a nehezebb homok szemcsék le tudjanak süllyedni, le tudjanak ülepedni a medence aljára. A homok az oda átkerül a homokmosóba, ahol tisztított szennyvízzel átmossuk, kimossuk belőle a szennyeződéseket, a szervesanyagot, és így egy nagyon jó minőségű, nagyon alacsony szervesanyag tartalmú ipari homokot kapunk, ami már felhasználható, nem hulladék, hanem termék gyakorlatilag. A zsír pedig elkerül
kerül a rozhasztó tornyokba, ahol biogáz keletkezik belőle, abból pedig áram. Itt mi történik, amikor ide ér a víz? Ezekben a medencékben történik a biológiai tisztítás, magát a tisztítást pedig apró baktériumok, mikroorganizmusok végzik, ők a sejtjükbe ezt beépítik. Az ő életükhöz, illetve hogy jól érezzék magukat, oxigén szükséges. Ez az oxigén azonban a szennyvízben nem található meg, ezért fontos, hogy levegőztessük ezeket a medencéket, és így biztosítsuk számukra az életükhöz szükséges oxigén. A lábunk alatt folyik át a szennyvíz, és ezekben a medencékben nagyon-nagyon lassan áramlik a víz. Ennek köszönhetően ezek a baktériumok össze tudnak kapaszkodni, úgynevezett pelyheket tudnak alkotni, és így együttesen már elég nehezek ahhoz, hogy szépen lesüllyedjenek a medence aljára. Tehát természetesen nem jönnek létre ezek az organizmusok? Létrejönnek, csak nagyon lassan. Gyakorlatilag semmi más nem csinálunk, csak ezeknek az élőlényeknek itt optimális körülményeket biztosítunk, tápanyag a szennyvíz, mi adunk nekik oxigént, és ők cserébe megtisztítják nekünk a szennyvizet. Itt az a cél, az a feladat, hogy a Duna élővilága számára megfelelő minőségű vizet engedjünk vissza. Viszont a Dunába kerülve később, akár a természetes tisztulási folyamaton keresztül ivóvíz lehet belőle. Igen. Tehát ez a két mérőhenger mutatja, hogy honnan indultunk és hova érkeztünk. Erre ránézésre azt is mondhatnánk, hogy annyira nem rossz. Ezt hidd el nekem, hogy ez a befolyó víz, amit ott a legelején látunk, csak már itt van körülbelül egy fél órája, amióta sétálunk, és leülepedett benne az a sok szennyező anyag. De ha fölkeverem, akkor nagyon jól látszik, hogy azért ebben nagyon sok szennyező anyag található. Körülbelül egy bő nap, amíg a szennyvíz átér a telepen, és így megtisztul. Hát ezt keverhetem, ezzel nem történik semmi. Ez pedig akkor kerül vissza a Dunába. Igen, ez a tisztított víz, ez kerül vissza a Dunába. Ahhoz, hogy a csapból víz folyjon, több ezer ember összehangolt munkája szükséges. Ezek után én is takarékosabban bánok majd ezzel az emberi élet számára elengedhetetlen erőforrással. Köszi, hogy velünk tartottatok! Találkozunk a következő részben is, ahol a szemét útját kísérjük végig.